A Magyar Művészeti Akadémia építőművész tagozata már 5. alkalommal hirdeti meg 40 év alatti fiatal építészek számára ötletpályázatát. Hangsúlyozandó, hogy ez egy ötletpályázat. Itt nem egy véglegesen megépítendő művet vár a bírálóbizottság, hanem olyan gondolatokat, amelyek a döntéshozóknak olyan szempontokat tár föl, amelyre eddig akár tapasztaltabb építészek is nem gondoltak. Ez nem azt jelenti, hogy megjelenik a bölcsek köve, de talán kovásza tud lenni egy tovább gondolkodásnak, és ahogy a legutóbbi nagy átfogó város rekonstrukciós pályázatban a 2 évvel ezelőtti Ybl Múzeum, Ybl Villa épületét belevették, talán ugyanez a sorsa lesz ennek a pályázatnak is, amiről meggyőződésem, hogy hamarosan utcai beszéd téma lesz. És talán ez a legtöbb, amit el tudunk indítani, a közbeszédet és a gondolkodást. Egy kiemelkedően nehéz témát kellett megragadni azoknak, annak a több mint 10 pályázónak, aki pályamunkát készített és ezt benyújtotta. Engedjék meg, hogy megköszönjem ezért nekik külön, hogy vállalkoztak erre a feladatra. Nyugodtan mondhatjuk, hogy nemes kihívásra, és egy olyan kihívásra, amit korábban már többféle pályázat egyébként megelőzött, témájában felvetett, de igazán mondjuk úgy, hogy megoldásra nem vezetett. Engedjék meg, hogy Fehérvár nevében megköszönjem az akadémiának azt, hogy ismét egy székesfehérvári témát választott, hiszen nagyon rövid idővel ezelőtt Iblire emlékezvén egy hasonló jellegű pályázattal nyugodtan mondhatjuk, hogy ajándékozta meg a város közösségét. És azért is köszönjük, hiszen maga a téma, amit a tárgyként megjelöltek ebben a pályázatban, az azt gondolom, hogy ennek a nemzetnek az életébe meghatározó, sőt nem is nagyon lehetett volna ennél fontosabb témát ilyen pályázat tárgyaként megjelölni. Az Árpádház program keretében most lehetősége van nem csak magának Székesfehérvár önkormányzatának, hanem a széles szakmai közvéleménynek, Magyarország kormányán keresztül pedig számos állami, nagy központi intézménynek is átgondolni, hogy ki mit gondol a Nemzeti Emlékhely területéről, hogyan, milyen módon lehet egyébként ezt a kérdést mondjuk úgy, hogy megfogni és a jövőre nézve tervezni, elgondolni. A Magyar Művészeti Akadémia építőművészeti tagozata szereti városukat, Székesfehérvárt. Olyan egyedülálló építészet történeti és régészeti emlékeket bemutató hely megalkotása a feladat, mely méltó módon képes bemutatni látogatóinak az Árpádház szellemi és tárgyi örökségét, visszaidézni a még Szent István által alapított Nagyboldogasszony koronázó bazilikát, ahol egy kivételével valamennyi magyar uralkodónkat megkoronázták, mely helyszín 15 uralkodón végső nyughelyél is szolgál. Hiszen a magyarság a magyar kereszténység bölcsőjének és a dicsőséges magyar évszázadok központi épületének romjain kell felépíteni azt, ami egyaránt szolgálja a kegyelet és szakrális célokat, egyszerre zarándokhely és világi központ, az állami megemlékezések helyéül szolgáló tér, és mindezt 21. századi technológiai megoldásokkal várjuk. Az ötletpályázat beérkezett pályaművei szemlátomás nagy tisztelettel és alázattal nyúltak a témához, ez persze korlátozta is a szárnyalásukat. A bíráló bizottság fenntartásai ellenére is sikeresnek ítélte a pályázatot, és jó szívvel ajánlja a városnak a díjazott pályaművekbe felvetett gondolatok megfontolását. Én a magam részéről tudtam, hogy nagyon nehéz fába vágjuk a fejszénket, és nagyon nehéz fába kell vágni a pályázóknak a fejszéjüket, viszont tanáremberként azt is tudom, hogy hát kire kellene bízni nehéz feladatot, mint éppen fiatal emberekre, akik még szabadon gondolkoznak. A hely tisztelete és a feladatnak a nemessége minden egyes pályázatnál érződött, és talán ez okozta azt is, hogy egy bizonyos távolságtartással készültek ezek a művek.
valóban nagyon értékes az építészet nyelvén elmondott gondolatok érkeztek, éppen ezért, mert mindegyik pályázat tartalmazott értékes elemeket, úgy döntött a Bíráló Bizottság, hogy minden pályázatot elismerésben részesít, és egy pályázatot pedig kiemelten díjazásban részesítettünk. 1.200.000 forintos díjazásban részesül a 3-as számú pályamű szerzője, Dósa Pap Tamás. Mindegyik pályázatunknak 6 millió forint a díjazása. Ez az előző években általában a hagyományos pályázati rendszerbe első, második, harmadik díj és megvételre fordítódott. Itt kivételesen úgy döntött a Bíráló Bizottság, hogy néhány pályaművet kiemel, de mindenkit díjaz, aki energiát, időt, munkát nem sajnálva végig gondolta a lehetőségeket, és erősebb, vagy talán kevésbé erős, vagy még erősebb válaszokat adott a feltett kérdésre. Az ősi koronázó temploma, Nagy Boldogasszony temploma, amely maga korában Európa egyik legnagyobb temploma volt, Magyarországnak pedig legnagyobb és legjelentősebb temploma, amely több mint 500 éven keresztül szolgált magyar királyok koronázó helyeként, és amelyet még Szent István király kezdett építeni. Minden bizonnyal a Szent Korona mellett a másik legjelentősebb jelképe a királyi hatalomnak és a magyar államiságnak. Jelképes és nagyon fontos üzenete van, hogy ez a kiállítás nyitó, ez egy jeles napon, egy jeles évben történik, hiszen ma a Magyar Kultúra napja van, és hogyha a magyar kultúrát nem hétköznapi módon, hanem tágan, nyitottan és szabadon értelmezzük, akkor mind a koronázó templom, az ősi bazilika, mint pedig annak története, igenis a magyar kultúra nagyon fontos része. Sikeresnek mondható ez a pályázat, hiszen 14 pályamunka érkezett be, és a ötletek erősen szórnak. Tehát a pályázati anyagokban találunk általában épületmegformálás, szobrászati művet, találunk általában városépítészeti, tájépítészeti gondolatokat, amit érdekesnek találok, hogy a minden pályamű általában használható városi térként definiálta a rom területet, és valaki szobrot emelt, valaki épületet emelt fölé. Amit viszont érdekesnek és feltűnőnek tartottunk az az, hogy Bíráló Bizottságban, hogy a lehetséges számhoz képest elég kevesen építettek a tér fölé épületet. Lehet, hogy ez egyfajta bölcsesség, a romoknak a tisztelete, a romhoz nyúlásnak a egyfajta fontossága, vagy akár még úgy is lehet elmondani, hogy óvatossága jelentette, de viszont találunk főleg a díjazottak között olyanokat is, akik mertek próbálkozni épület elhelyezésével a téren. Minden pályaművben van olyan továbbgondolásra értelmes javaslat, ötlet, ami majd egy nagy vízióban a jövőben felmerülhet a akkori alkotók szempontjából is. Egy pályamű volt, aki megmerte fogalmazni ennek az épületnek, ha nem is fizikai, de szellemi léptékét is, és valamilyen módon kommunikál a műve azzal a valaha volt építőművészeti kincsel, amit ugye koronázó bazilikának nevezünk, és én ebben az irányban gondolkodnék tovább.